A nyár utolsó előtti napját az ungvári képviselők számára eredményes munka jellemezte. A soron következő ülésen a képviselők számos a város mindennapjaival, a kommunális intézmények fenntartásával, az iskolák és óvodák az új tanévre való felkészítésével kapcsolatos kérdést vitattak meg. A város költségvetését sikerült túl teljesíteni. A töbletet a képviselők, a katonai alakulatok, elsősorban a fegyveres erők, a területvédelem és a laktanyák támogatására irányították. A legtöbbet 4 millió hrivnyát katonai alakulatok kapják, csak nem 3,5 milliót a területvédelem, 200 ezer hrivnyát pedig a fegyveres erők támogatására különítettek el. 17 ungvári lakos, aki életét vesztette a megszállók elleni harcban, posztumusz Mungvárdis polgára címet kapott. Mivel az országban háború van, a nemzetőrség egységei, a 15. hegyi rohamzászlóaj, a területvédelem, a hadgiegészítő központ is hozzánk fordult. Természetes dolog, hogy anyagi segítséget nyújtunk, mert van rá lehetőségünk. Mivel a honvédség jövedelméből származó személyi jövedelemadó a város költségvetésébe folyik be, valójában kötelességünk segítséget nyújtani a katonai egységeknek. Anyagi támogatásban részesültek a tehetséges ungváriak is. A Petrosz Kunc D. három nyertese egyenként 20-20 ezer grívnyát kap. A 200 pontot elérő iskolások pedig 10 és 30 ezer grivnyak közötti pénzjutalomban részesülnek. <Sessz> Idén 53 tanulónk van, aki 200 pontot ért el, jutalmazásukra pénzalapot különítettünk el, attól függően, hogy hány tantárgyból kaptak 200 pontot. Az össze 10 és 30 ezer hrivnya között lesz. Például, ha a tanuló három tantárgyból ért el jó eredményt, akkor 30 ezer hrivnya. Ha egyből, akkor 10 ezer hrivnyás összeget kap. Mind az 53 diák kap támogatást. Tanácsülésen ingatlannal kapcsolatos kérdéseket is megvitattak, beleértve a lakosság kérelmeit. A képviselők határozatban jóvá hagyták a Zahorszka utca területrendezése részletes tervének kidolgozását, ahová a közlekedési vállalat és a vízművek áthelyezését tervezik. Emellett kiemelt figyelem beleértve az anyagi támogatást irányul Ungvár óvóhelyeinek kialakítására.